Szépen a figyelmet, és köszönöm szépen nektek, gyerekek, hogy elmondtátok ügyesen a szereteteket. Egyszer tudunk egy héten találkozni, úgyhogy ennyire tellett tőlünk, de nagyon nagy szeretettel. Mivel mindenki angyal volt, bízom bennem, hogy lehetett ezt látni, hogy egy angyali kórus próbált Jézus Krisztus születése napjára. Ezért most engedjenek meg egy pár gondolatot az angyalokról a testvérek. Így szenteste elő. Olvasom Lukács evangélium a második részből az igét, a 8.-9. vers szakok. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik. Körülről ragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Kedves testvérek, csak annyit fűznék hozzá karácsonyhoz, hogy bizony az első szenteste mindenkit váratlanul ért. Váratlanul érte a pásztorokat, váratlanul érte Herodest a királyt, váratlanul érte a nép előkelőit, és az egyszerű embereket. Mindenkit váratlanul ért, de az angyal jött. Nem volt olyan, hogy ez az idő most alkalmas, vagy nem alkalmas. Lehetne jobb idő, hűvösebb, melegebb, lehetne jó politikai helyzet. Az örök mennyei terv ez volt. A megváltónak jönnie kell, és az angyalnak hirdetnie kell Isten szavát. Testvérek, én úgy érzem, ahogy így olvasgattam az igét, a karácsony megérkezése bennünket is különféleképpen érinthet. Herodes messze volt, irigykedett és gyűlölt volt. A pásztorokat váratlanul érte, és a bölcsek elindultak már valahonnan messziről, és útba vannak, hogy megtalálják az Úr Jézus Krisztus. Ugyanez most is az állapot. Vannak herodesek, akik ellenségeskedőek. Vannak pásztorok, akiket nagyon váratlanul ér a karácsony. És vannak bölcsek, akik bizony messziről is útra kelnek, és elindulnak, hogy megkeressék a megváltót. Testvérek, nem tudom, hogy titeket milyen stádiumban ér ez a karácsony, de az biztos, hogy az angyal jön. Az angyal most is jön, jön a mi magyar népünkhöz, jön a 48 országba szétszóródott magyar népünkhöz is, és hirdeti Istennek a szavát. Megtartod született ma néked, megtartod, aki téged megtart. Lehetnek heródesek, lehetnek pásztorok, lehetnek bölcsek, lehet jó az időjárás, lehet rossz, de az angyal jön. Mindannyiunkhoz jön, Szegedre is jön, jön a Gyík utcába, jön a Sallai utcába, jön a Lőbi Sándor utcába, jön Dorosmára, jön Sándorfalvára, jön a Szilléri Sugár útra, ma este jön az angyal mindannyiunkhoz, és azt mondja, ne félj, ne félj a gondoktól, a betegségtől, a bánattól, ma ne félj. Ha az Úr küld neked, és készítette jó dolgot. A testvérek, ezzel a szívünkre menjünk el,
neked semmi gondnak, váratnak, majd a holnap aggódik a maga bajáért, ha legyünk együtt és örüljünk. És aki esetleg egyedül lesz ezen az estén, tudja meg, ő sem lesz egyedül. Hozzá is jön az angyal, és hirdet neki is nagy örömet, mely öröm lesz az ő szívében is. Úgyhogy testvérek, senki nem lesz ma este egyedül. Ezzel menjünk el, ezzel a jó hírrel, és kívánok kedves mindannyiunknak nagyon békés, áldott, az Úr Jézus Krisztussal betöltekező ünnepet. Köszönöm szépen a gyermekeknek is a szereplésüket, és ahogyan az már az előző években is szokás volt, minden kicsi gyermeknek készítettünk egy kis ajándékot, egy szerény ajándékot, és ezt a kimenetelnél mindenki majd megkapja. Isten legyen velünk, testvérek, még egyetlen egy éneket énekeljünk el, amit a gyerekeknek is énekeltünk, dicsőség, mennyben az Istennek 326. dicséretünk első versszakát. Előtte álljunk fel az Úr áldására. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk el, testvérek. Dicsőség mennyben.